Somlóvári Józsefné, Hugi mindenhol ott van, ahol segítségre van szükség tulajdonképpen. És most a temetőben vagyunk, ahol egy nagyon szép feladat, amit tettek az elmúlt napokban is, ugye ez folyamatosan a virágültetés és a temető szépítése, gondozása volt a cél. Miért fontos ez? Én azt gondolom, hogy ez mindenkinek fontos, bár többen lennénk, akinek fontosabb lenne, hiszen a csevegőn és minden médián hallhatjuk azt, hogy mennyire elégedetlenek az emberek a köztemetővel. Az üzemeltetését most a Gyertyalán Kft. Látja el, az ő feladatuk a fűnyírás, a szemétszállítás, a takarítás, mi azért minden évben besegítünk. Például tavaly a polgárőrséggel, Farkas Dániellel és az üzemeltetővel kitakarítottuk erőteljesen a temetőt, hiszen sajnos hajléktalanok is laktak itt, és maguk után elég sok szemetet itt hagytak. És minden évben segítünk a takarításba, a növényültetésbe, virágültetésbe, teljesen önkéntesen. Most éppen a Budakeszi Fenyőgyöngye nyugdíjas klub lányai és a Budakeszi Függetlenek Egyesületéből szintén egy páran segítkeznek virágültetésben, de szeretnénk ezt folytatni a temetőkorlátnak a lefestésével. Az önkormányzatnak is nagyon fontos a temető környezete. Tavaly adtuk át a két új buszmegállót, és az idén elkezdődött a temető oldalán, temető utcai részen a növények telepítése, és hát szeretnénk folytatni ezt a spár felől is, a bejáratnak a megtisztítását, hiszen épült egy nagyon szép evangélikus templom, és hát elég nagy ez a temető, de azért azt gondolom, hogy ha összefogunk, akkor minőségileg tudunk rajta változtatni. Mit lehet tapasztalni, budakeszi lakosok mennyire fognak össze, és mennyire állnak egy-egy ilyen jó és nemes ügy mellé? Hiszen fontos, hogy ne egyedül vagy egy kisebb közösség, hanem minél többen kapcsolódjanak és vegyék azt észre, hogy fontos a közvetlen környezetünk építése, szépítése. Én azt gondolom, hogy azért vannak ilyen önkéntes csoportok, létszámban nem tudom megítélni, hogy hány fős, de ha takarításról van szó, szemétszedésről van szó, szépítésről van szó, azért összejönnek az emberek. Persze aztán vannak olyanok is, akik csak a véleményüket nyilvánítják meg, nem éppen diplomatikus formába. Szeretettel várjuk azokat is, bár nem szívesen toborzok, mert megkaptam, hogy ugyan már ez az üzemeltető feladata, és miért kell ehhez önkénteseket toborozni. Én azt gondolom, nekünk a lelkünknek nagyon jól esik, hogyha ha valami szép és megvédhetjük és tisztán tarthatjuk. Hogyan lehet ezt a mentalitást esetleg mondjuk a fiatalabb generációra átruházni és megmutatni, hogy ez mennyire fontos? Én azt gondolom, hogy aki zöldövezetben lakik és értékelni tudja a természetnek a kincseit, az vigyáz rá. És az átadja már a gyerekének is, a fiataloknak is, és pontosan ezért jó, mikor ilyen önkéntes akciókat szervezünk a földnapi alkalmából, vagy bármilyen alkalomból, hogy közösen vegyünk részt, és érezzék azt, hogy tenni kell azért, és főleg az, hogy meg kell becsülni a szép környezetet, hiszen egyre jobban nő budakeszi lakossága, és ez nem véletlen, mert menekülnek ki a városból az emberek, de hát ezt értékelni kell, mert csodaszép környezetet lehet így kialakítani és megvédeni. Ahogyan említette, ez egy önkéntes feladat, és nagyon fontos, hogy az önkéntességet mindenki valamilyen kis szegletében magáénak érezze, hiszen ilyen mosolyt, ilyen kisugárzást kölcsönöz az, hogyha valaki jó dolgokat tesz. Milyen tervek várhatóak majd a tavaszi-nyári időszakra? Itt a temetőben vagyunk, okvetlenül meg kell említeni az előtetőt. 2012-ben elkészült budakeszi köztemető belső szabályozási terve Dékány Margit tervező részéről, munkája alapján, és már az a terv tartalmazta az előtető megépítését, hiszen budakeszi lakosságának nagy szüksége van rá. Én jó magam is nagyon sokszor járok temetésre, és bizony sokszor meglepődünk, mikor hirtelen elkezd szakadni az eső, és nincs hova beálljunk. És ezt a tervet az önkormányzat 2019-ben meg is terveztette, kértünk is be árajánlatot, de sajnos jóval magasabb árajánlatok jöttek be, mint a költségvetés, amit letett az asztalra.
És mielőtt még egyszer meghirdettük volna, hogy egy csökkentett műszaki tartalommal fussunk még egy kört, hogy beleférjen a 30 millió forintba, mert, mint említettem, jóval magasabb, 37-38 millió forint körül jött már be akkor az árajánlat, akkor sajnos közbe lépett a pandémia, és a Covid vírus véget, ugye pénzügyi korlátozások is felléptek, úgyhogy most egy-két évet sajnos csúszni fog a temetővárónak a megépítése, és bízom benne, hogy előbb-utóbb erre is ismét pénz kerül, sor kerül rá, hiszen most még nagyon nehéz tervezni, hogy hány vállalkozást érintett, mennyi iparűzési adó jön be, esetleg milyen központi elvonások lesznek, tehát ezt most így nem tudom megmondani, hiszen ez egy önerős beruházás lett volna, mert erre se hazai pályázat, se EU-s pályázat nem volt kiírva, ugyanúgy, ahogy az orvosi rendelőt is önerőből építette meg az önkormányzat, felvállalva azokat a költségeket, és hát én gondolom, hogy a temetőre is sor kerül. A műszaki tartalom az nem csak a előtetőt tartalmazta, hanem a ravatalozónak az átépítését, a nyílászárok cseréjét, két illemhely női-férfi WC kialakítását, a csapadékvizelvezetést és a ravatalozó körül a térburkolatnak a megépítését is. Én nagyon bízom benne, és azon is leszek, mint képviselő, hogy ezt szorgalmazzam, hogyha kis léptékbe is, de mindenki éppen elkészüljön, és ez egy méltó kegyeleti hely legyen. Meg kell még említenem, hogy a Szépítő Egyesület is részt vesz. Tavaly feltárták a hadisírokat, ők egyébként rendszeresen takarítják a régebbi parcellákat is, és most dolgoznak a kegyeleti park kialakításán. Hát most éppen nem, mert elég esős az idő, de én azt gondolom, hogy csak köszönet és elismerés jár nekik, Hidas Mátyás elnök úrnak és a csapatának, akik tényleg szívügyük a temető és rendszeresen részt vesznek. A Nyugdíjas Klub tagjai is segítenek itt a budakeszi temetőben az itteni munkálatokat elvégezni. Miért fontos ez az önök számára, és mi az, amiben tudnak valóban részt venni? Hát azért fontos számunkra, mert gyakran járunk ide a temetőbe. Ugye már mindenkinek van nyilván hozzátartozója, aki itt nyugszik, és hát szeretnénk azért, ha rendben lenne ez a dolog itt, hogy szívesen jöjjünk ide, és szép legyen ez a... A Nyugdíjas Klub nagyon-nagyon aktív. Mi az, amiben még részt szoktak venni? Hát a személygyűjtésben minden héten van nyugdíjas, találkozunk. Még a járvány előtt ugye volt egy hónapban egyszer egy táncos est, névnapozunk, születésnapozunk. Nagyon fontos ez a közösség, ugye, ami összefogja a szépkorúakat, és bizonyos aktivitásra is sarkalja őket. Mennyire sikerül ezt megtartani? Nyilván a pandémia alatt nehéz, de a jövőben mik a tervek? Szeretnénk fürdőbe menni, amikor megvan mindenkinek már ez az oltási engedélye, és megyünk Hajdúszoboszlóra most 31-én a klubbal egy 6 napos pihenésre. Ahova minden évben megyünk, járunk, csak ugye most a tavalyi év az kimaradt. Sajnos a mi életünkből.